Köszöntünk mindenkit a Jahelios Garázs legújabb epizódjában. Jó régóta nem mondtam ezt ki. Az egészen biztos, de novemberi napsütésben már mondtad ki ugyanezen a helyszínen, ugyanígy traktorral. Csodálatos gép, Hoffer, majdnem Hoffer már várt minket itt, viszont a büszke tulajdonosával nem először találkozunk. Szervus Sándor! Szervusztok! Szervus Sándor! Korábban két mezőgazdasági gépekkel foglalkozó epizódunkban is találkozhattatok Sándorral, és említettük az ő gyűjteményének a páratlanságát, illetve az egyedülállóságát, de ismétlés a tudás anyja, azt gondolom, hogy csak néhány gondolatban, meg hát ha bővült. Továbbra is ez a 180 példányszám körüli a gyűjtemény? Hát azóta biztos bővült már, nem számoltuk az utóbbi időben meg a darabszámot, de egy-két darabbal biztos bővült. És ahogy mi láttuk, autókkal is, majd látni fogjátok vágóképeken, hogy a 20-as évekből vásárolsz autókat? Az még a 20-as, egy része a 20-as évek utáni, egy része a 20-as évek előtti. A teherautó, amit néztünk, az 20-as évek előtti, és nagyon-nagyon ritka. Akkor most térjünk rá erre a Hofferre. Én hallottam és láttam, amikor ide járt, én azért vagyok már annyira izgatott, és nem bírok magammal, mert a tesztet várom, különösen az indítást, mert ugye a TS35-öt belengedtem, olyan sikerélmény volt, mint még szerintem soha. Ez nehezebb lesz, ugye, beindítanom? Hát ez szerintem... Hát ez szerintem... Szerintem sokkal nehezebb lesz, hát itt ha ugye beszéltünk is róla 13.700 köbcenti egy hengerben, itt a öreg kollégám mondta, hogy a dugattyú a hajtókarral együtt az olyan 80 kiló körülbelül. Tehát... Láttam róla képet, ahogy le volt szedve ugye a felújítás közben, és jön ki innen a dugattyú. Remélem ezeket a képeket be tudjuk majd tenni, és ti is látjátok a felújítás körülményeit. Elképesztő méretek vannak itt bent. És így már nekem ugye árulkodó is volt, hogy miért ez a imbolygás a gépnek állóhelyben. Milyen állapotban érkezett meg hozzád ez a jármű? Tehát a képek, hogyha ténylegesen megjeleníthetők lesznek, akkor azon látni lehet majd, hogy nagyon rossz állapotban volt a gép. Ez a szabadban volt kin, és abszolút nem is forgott, üzemanyagtankja szét volt málva, a hűtője. Épp megmosolyogtuk, mert Hollandiába gyártattuk a hűtőt, és azt négyszer szedtük ki, és kb. 300 darab csavar fogja a hűtőt. Úgyhogy elég embert próbáló volt annak a kb. Négyszeri kiszerelése, mert azt hittük, hogy mi hibáztunk, de közben rossz volt a hűtő, amit küldtek a Nissanstől. K50-55 mennyire számít egyedülálló darabnak Magyarországon és a te gyűjteményedben? Hát ez szerintem mindenhol egyedülálló lenne. Magyarországon nincs belőle másik, de az egész világon se sok lehet belőle, mert ez a 20-as évek vége ez a traktor, és hogyha megnézzük, tüzetesen, akkor láthatjuk, hogy ez egy hatalmas nagy öntvény vázra van építve, egy régi stabil motor, nevezzük ezt inkább így. Ez nem igazán a
későbbi Hoffer gyártási elvet képviselte, mert van ennek egy ugyan ilyen számú változata bent az udvarba, de az 20 évvel fiatalabb. És akkor tulajdonképpen, amit én láttam képeket, ezt hívtátok, ami a futófelület az én fejemben, hogy kell ezt a... Ez a járókeret. Járókeret. Hasonló, mint a futófelület. Ez utólagos, ugye? Tehát nem ezzel vásároltad. Hát végtelen, örültünk volna, ha meg lett volna. Ez végtelenül bonyolult egy ilyen körmös kerékkel a 20. században közlekedni aszfaltos úton, mert a földön még csak elmegyünk vele, mert ez itt látszott, hogy a napokban eső volt, és ez a maga 5,5 tonnájával eléggé benyomódott így is a talajba. Jaj, de jó. Kedves Jehelios Garázs epizód nézők, nagy szeretettel üdvözlöm titeket ismét. Hosszú kihagyás után rendszeresen visszatér a YouTube-ra a már jól megszokott mezőgazdasági gépekkel és a jól megszokott minőséggel, Gerivel a kamera mögött. Szevasz, Geri! Az a lényeg, hogy a mai napon, hát nagyon régi vágyunk válik valóra szerintem, hogy amikor legelőször Sándornál jártunk, láthattátok, hogy a Dutrával kezdtünk itt, aztán jött a TS35, mind a kettő egyedülálló élmény volt a maga nemében, viszont a legelső alkalommal már kiszúrtuk ezt, és akkor a Máté említette, hogy egy hengerre micsoda köbcenti jut. Hát, ugye meg az, hogy... De avasd be minket most akkor hát a szám. 13.700, na hát most gondolj bele, hogy a Steigerhez képest is még 3.500-zal följebb vagyunk. Egy hengerre? Igen. Tehát itt már az An2-es csillagmotor is ehhez képest ilyen kis gyenge kezdés a maga 3000 köbcentis egy hengereivel. Hát, vagy hát henger első köpcentével, de nagyon durva. És hát ugye ő a legnagyobb Hoffer, mert Hofferrel még nem foglalkoztunk. Aha. Tehát már nyalogattuk. Hát igen, a TS35-nél. TS35-nél már egy kicsit úgy belebeszéltünk, mert ugye az végül is ennek az építési elvnek az utolsó tulajdonképpen európai példánya volt, de hát akkor meg a Hofferrel kezdjük méltóképpen szerintem a legnagyobbal. A legnagyobbal, ugye? Így van. Az lehet... Látszik rajta, nem, hogy 3 napja szabad. Tehát... Mi az, hogy szabad? Ja, véget ért a munkám. Hát igen. Van, mi az, hogy szabad? Ja. Nem, tényleg tudnotok kell, hogy alapvetően a TV2-nél vagyok műsorszerkesztő, és most egy nagyon nagy projekt lezárult, és tulajdonképpen amiatt nem vettem részt forgatásokon, egyébként meg szerintem neked lehet gratulálni, mert azt se tudjátok, hogy közben hát kiderült, hogy a Máténak a felesége kislányt vár, ugye? Azért ezt igen, meg lehet igen, gratulálni. Úgyhogy érkezik a trónörökös, hamarosan itt fog mellettünk totyogni a kis csaj. Majd hozza a kis K50-55-eset. Mert hogy neked van. Az nekem van, persze. Így van. Egyébként most, hogy így felhoztad ezt az utánpótlás dolgot, tényleg az a legnagyobb baj, hogy valahol személyes felelősséget is érzek ebbe, hogy utánpótoljuk információval is a követőinket, titeket. Hát, hogyne, persze. A gépekről, amivel foglalkozunk. Viszont én nekem megmondom őszintén, hogy rosszul esik, vagy tulajdonképpen még azt is mondhatom, hogy mérges vagyok, hogy a Hoffershans Clayton Shuttleworth márkánk volt az, ami valóban világviszonylatban nagy márka volt. Tehát a francia nyelvterületeken a Le Robuste, olasz nyelvterület, spanyol nyelvterületeken La Robuste, Ausztrália, vagy például India, ugye a brit gyarmatokra, Új-Zélandra is elkerültek még Steelhorse-ként, tehát még bőven a háború előtt, tehát nyugodtan állíthatjuk azt, hogy mondjuk ma itt John Deere mellé viselek, hogy amekkora globális cég ma a John Deere, és tényleg a világ bármely pontjára elmegy bárki, azt mindenhol ismerik a mezőgazdaságba, ez gyakorlatilag a háború előtt ugyanígy igaz volt nekünk a HSCS-re. És az, ami szomorú, hogy ugye a Bálint is mondta, hogy na, akkor majd a szakértés, hogy legyen ilyesmi. Hát, hogy megszokhattátok azok a 10 perces monológok. A 10 perces monológ, de most inkább dialógusra váltunk át, mert hogy nem lehet erről a K50-55-ről. Tehát, hogy ugye, ami Sándor is mondott, hogy tudjuk nagyjából, hogy a 20-as évek második fele a gyártás, mert ez egy korai. Ugye utána voltak későbbiek, például a Robusta néven mondjuk voltak K55-ösök simán, ugye már a szögletes vázzal, akkor SL50-55, az például lánctalpas, erről is felelhetők, még Franciaországban, Hollandiában még maradt meg belőlük. Csak ezért hogy érzem, hogy tényleg belecsaptunk egy szakértésbe, hátradőlök. Csak közben a szomorúság kerülget, hogy amúgy meg, azt gondolna az ember, hogy létezik is, hogy nem hoztál a statívot. Igen, de hogy létezik egy ilyen Hoffershans kézikönyv, ami 800 oldal, és akkor ott föllapozok bármilyen típust, és megtudom, hogy ettől
eddig ezt gyártották, így alakult a cég. Ja. De ilyen nem létezik gyakorlatilag. Tehát, hogy sőt, hát olyan hangsúly, hogy nem létezik, hogy nincs, de közben nincs. Tehát tényleg ez a legnagyobb probléma, hogy nem tudunk. Most a Bálint is itt kérdezget, közben nyilván a technikai megoldásai jól látszódnak. Lentkerék, hogyan kell beindítani. De például ezeket is már Sándortól tudjuk most itt, hogy ez a régi változat egy stabil motornak a mobilizált változata tulajdonképpen. Aha. Úgyhogy nem tudom, benned milyen kérdés merült fel, hát hogy akkor könnyebb megközelíteni a traktornak az egyéb tulajdonságait, de tényleg ez a legnagyobb szomorúságom, hogy bennem nincs. Az a kérdés merült fel, hogy itt azért beszélgetünk a 20-as évekről, és tudod, az van, hogy ezelőtt az ökör volt? Tehát, hogy látjuk a lépéseket. Hát mi azért az ő elődje a traktor, magyar mezőgazdaságban? Hát már a HSC-esen belül is maga a mez, tehát azok voltak a legelső önjáró. Tehát ez a típusa, nem a viselet. Szóval voltak korábbi gépek is. Voltak korábbi gépek is ebből, de tényleg az a legnagyobb probléma, hogy nehéz hova tenni, nehéz megjelölni egy-egy típust, mikor, hogy volt, tehát nem nagyon van róla információ. Amit mondjuk így érdemes elmondani, szerintem, hogy ez egy mocskos nagy traktor. Tehát ezt nem lehet máshogy mondani, ez amit te is mondasz, persze. A 20-as évek vége, például a 70-es években volt nálunk még a próbálkozás, ugye a Rába 500-ra a két motoros, egészen pontosan 490 lovas, tehát az akkori mezőgazdaságnak az amekkora csúcsgépe volt, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy a 20-as években kiemelkedett az akkori jellemző traktorméretek közül egy ekkora gép. Menjünk rá szerintem egy picit jobban erre a világ hírnévre. Mert korábban tőled is kaptam olyan posztereket, nem csak posztereket, tehát a mai napig csoportokban mutatott, hogy Ausztráliában felelhető. Új-Zéland. Indiában az út mellett, ott a Szenttehén legelészik mellette, ez még egy nem olyan régi kép. Na, akkor múltkor, amit küldtem, azt mondom, pont K55-ösök, hogy 1938-as újságcikk, hogy már abban az évben mennyit exportáltak. Aha. Orosz nyelvterületre, tehát a Cirillel is van megnevezve a dolog, de ott írják, hogy már akkor például a Brit-Indiában mennyit vittek, Ausztráliában ilyesmit. Tehát gyakorlatilag az a baj szerintem Magyarországon, hogy egy-egy géptípusnál, mondjuk Ikarusz, Dutra, Rába, ő rájuk tekintünk nagyon ilyen magyarnak. Tehát a háború előtti valóban globálisan ismert járműveinkre, aha, vagy márkákra nem annyira. Tehát például a Ganz, meg a Mávag, HSCS és még jó néhány gyártó volt, aki tényleg világviszonylatban, tehát ugye a Ganz motorkocsik is Argentinától elkezdve Afrikán, hát egy rengeteg helyre elkerültek. De mi lehetett a vízválasztó akkor szerinted? Maga a háború, és utána maga az, hogy a szocialista berendezkedésen belül már ugye elsősorban KGST. Akkor is mentek exportra, csak jóval-jóval kevesebb, mint ahogy pont Sándornak az angol Dutrája. Így ahogy van, láthattuk. Igen. Csak valóban az a fajta nemzeti büszkeség, tehát a németeknél is egyébként már nem létezik a Landsbuldog, a John Deere vásárolta fel Mannheimbe a gyárat, tehát, de nekik mind a mai napig talán azt lehet mondani, hogy az az igazi nemzeti büszkeségük. Ugyanilyen elven ugye ez az izzítófejes vagy Glückhoff németül ugye ez az eljárás. Tehát azok a gépeik, hatalmas nagy találkozóik vannak, nagyon szépen restaurált gépekkel, ők ezt nagyon őrzik, nagyon élik azt a kultúrát. Nálunk meg gyakorlatilag a Hofferek is, már a nagy többség az GS35, ami Vörös Csillag traktorgyár. Tehát nagyon kevés a HSC-es. Érdekes. És nem lehet, hogy tényleg, hogy ennyi információ is elveszett a háború alatt akár, vagy hát rengeteg elveszett be. Tehát gyakorlatilag van egy olyan márkánk, amiről ha kicsit jobban utána nézünk, akkor fogod megtudni, hogy amúgy globálisan jelentett világmárkát, és ezután gyakorlatilag elakad a folyamat, és nem nagyon fogsz tudni találni róluk bővebb információt. Uh-huh. Tudjuk, hogy Keszthelyen van szinte az a legelső Hoffer, ugye a nem Magyar Múzeumban. Szint, azt kimondhatjuk, hogy nem, az ott van, az a legelső, igen. Akkor például most hála Istennek Sándor gyűjteményében van jó néhány különböző típus, és akkor ugye a legtöbb helyen még találkozunk GS35-ösökkel. Ez a probléma szerintem, hogy tudjuk, hogy volt, tudjuk az a kis zöld aranyos piros kerekekkel, és így nagyjából ennyi, így be is tesszük a fiókba a Hoffert. Igazából muszáj volt, hogy Gerit kicsit lefárasszuk, tehát hogy egyedül beszéljek viszonylag sokat, úgyhogy ennek most elkövetkezett az ideje, de nem fogok annyira sokat beszélni, ugye míg a név eredetéről, hogy azért mégiscsak így, hogy Hoffer, Schranz, Clayton és Shuttleworth nem annyira tűnik magyarnak, de ugye a TS35 epizódban viszonylag bővebben beszéltem a gyár fejlődés történetéről, tehát egyébként Hoffer és Schranz
nevű német származású úriemberek voltak, ugye, akik alapították a gyárukat, tehát ez Budapesten, Kispesten található volt, ugye egyébként később ott gyártották a Dutrákat, majd még a Rábákat is, amikor hozzájuk került az a gyártó egység. A teljesítménycsökkentő lerakódások megakadályozzák, hogy a legtöbbet hosszassa ki a motorból. A továbbfejlesztett Shell V-Power akár 100%-ban megtisztítja a kulcsfontosságú motoralkatrészeket a teljesítménycsökkentő lerakódásoktól. Shell. Go well. Szóval itt aztán a többi, tehát a C meg az S, ugye a Clayton és a Shuttleworth, Bécsben volt egy gyáruk, de ők valamiért úgy döntöttek akkor, ugye, hogy piaca, hogy alakult, hogy kivonulnak, és a Hoffer-Schranz magyarországi gyára, illetve tulajdonosai vásárolták fel, és akkor egyesült ugye így, hogy Hoffer-Schranz Clayton Shuttleworth, és így jött létre ugye ez a nagy gyártó komplexum, vagy gyáregység, úgyhogy ízig-vérig magyar, annak ellenére, hogy hát kicsit sem magyar a neve. Megkezdődött az indítás, ami ugye az izzító fejnek a felhevítésével kezdődik, ugye ezt már a TS35-nél láthattátok, de felmerült bennem a kérdés, hogy a 20-as években mégis kinek volt ilyen jó gázpalac, gondolom senkinek, tehát hogy működött az indítása? Mindig arról beszéltünk, hogy magát a lámpát beindítani legalább annyira bonyolult volt, mint magát a gépet, és kb. Ugyanannyi idő is kellett hozzá, mire... Ja, mert egy lámpával? Egy izzító lámpával? Úgy hívják, igen. Petróleum lámpával. Petróleum lámpával, aha. De nem az a szobai változat, ami nem, a fejem előtt van. Tudunk betenni képet, hogy nézett egy gyakor, jó, akkor jó, mert most nekem sincs meg, hogy nézett ki. Na gyere, menjünk, megnézem, illetve Robi előtte megszellőzteti, ugye? Vagy hogy látni fogjuk, ahogy a sárkányt inkább szellőzteti. Hát úgy, hogy ugye Robit is ismerhetitek a Dutrás epizódból. Ma is mindenben ő van a segítségünkre, ő hozta ki ezt a traktort is a helyszínre, mint hogyha mi sem lenne természetesen. Meglátjuk, hogy mi hogy boldogulunk. De és azt tudjuk, hogy kell vezetni egyébként, mert neked fogod? Azt még nem, de először indítsd be. Ja, először beindítom, aztán meg... Robi fog adni gyors talpalót. Jó. Ez az izzítófejnek a lényeg, hogy annyira melegnek kell lennie, hogy porlasztott legyen a gázolaj. Illetve hát ugye még az egyes típusokban nyersen. Akkor ez már a gázolajból érkező, úgy érzem is. Érzed is az illatát, igen. De jó a szagos videók, YouTube, kérlek, valahogy intézzétek el. Na bár én, tiéd a szerep. Jó, és akkor ugyanképp itt is a kuplunk az majdnem felesleges. Igen, mert majd ez az ötöm, ami
neked furcsább, hogy itt csak két gázpedál. Igen, igen, gázpedál nincs. Nincs gázpedál? Azzal, amivel én is állítottam, azzal a karra. Nekem furcsa, hát ez mindenkinek furcsa. Jó, de nekem nem furcsa, hát az, hogy traktoron nincs gázpedál. Beültem volna azt. Ott az keresetet, jól kérdezett, tehát itt a kéz, amit én is állítottam azt a kart, amit mutatott a Robi, ugye azzal tudsz neki fordulatot adni. Ott jobbra mellettem, igen. Így van. Ott a kormányon. A kanyarokban lehet, hogy meg tudom kaparni a kerék, ugye, mert viszonylag kicsi a tapadás ennek a gyűrűnek. Aha. Úgyhogy majd meg kell oldani. Kisebb gázdabály. Meg a fék azt kérdezik. Beteszem fokozatba és adod neki a kormányon egy pici gáz. Így van. És azt, hogyha visszavesz, és hogy állok meg vele? Fékpedál van. Fékpedál az van. Na, ez egy nagyon fontos. Jó. Ez egy nagyon fontos. Itt, de akkor ugye fokozatból kiléve, tehát lefül az ő is lefül. A legegyszerűbbeket is meg kell kérdeznem, mert ez... Tehát pont azt beszéltük, hogy nincs műszerezettség, és én mondtam ugye, hogy alapvetően ezzel a mai gépektől megszokott, hogy ha beülök bármiféle, de itt a fejlődés. Igen, itt ezek hiányában vagyunk. Ez akkor jó, mikor 5-6 gép jár egymás mellett, és akkor már nem hallod a sajátodat, hogy... akkor csak nézed a dolgokat, hogy forognak, vagy nem. Hát akkor dobsz egy hibakódot, nem? Tehát... Jaj. Na, Bálint, akkor lássuk. Jó, akkor nekiállok. El akarsz kísérni? Nem. De én félek, már a fel sétától is félek. Nézzek, hogy mozog.
leszállt le a Máté is nekem olyan, te érted? Leszálltam hát, és... önmagában az a tisztelet, hogy nem tudom, én nagyon tisztelem a gépeket, az egy 100 éves Made in Hungary magyar géppel mehetsz, hát az már alapból egy nagy csomag. De az, hogy az még egyre jó is, tényleg jó, nem számítottam. Sokkal kevésbé ráz, mint mondjuk a TS vagy a GS. Aha. Tehát amúgy azt gondolt az ember, hogy ekkora lökettem, hogy úgy, hogy tényleg leesik volna. Nem, sokkal kényelmes. Én még nem mondok semmit, felocsódunk, beviszi a Robi a megfelelő helyre, telephelyen belőre, és leállítja, azt mondja, érdemes lesz meghallgatni, szerintem zseniális, hogy már szinte leállna, és azt mondod, hogy itt most le fog állni, és újra elkezdett durranni, és úgy valahogy azt érzed, hogy, a, hogy az idő végezetéig lenne benne energia, hogy de még egy kicsit ráindít, de még egy kicsit ráindít. Én meg megláttam közben a piaci részt, a defektmentes abonos. Ez? Hát nem. Mennyivel előnyösebb a gumi? Ott nem kellett izgulnod a susnyába, hogy defektet kapsz. Jerryusgarage.com, lehet, hogy a Mártinak az első terméke. Vaskerék mondjuk, nem tudom, az S-osztályon. S-osztályos vaskerék, igen. Jaj, a dzsungelben, de most zseniális volt. Na, mindjárt értékelünk. Robi beviszi a helyre, leáll, és akkor néhány gondolatig búcsúzóul. Kísérjétek be velünk a gépet, megérik. És kedvenet van megtapsolni. Ennyi volt már a Jerryos Garázs visszatérő epizódja, mint ahogy említettük rendszeresen, a régi megszokott stílusban és a régi megszokott gépekkel. Megszokott, ezt nem lehet megszokni, most úgy beszélek. Hát pont ezt akartam mondani, hogy nem tudom neked mennyire megszokott, én még a modellemet sem szoktam, meg nem hogy egy igazi. Hallod, ez tényleg zseniális volt, úgyhogy nagyon köszönjük Sándornak ezúton is. Az államot most is majd valószínűleg napokkal később kint szedem fel. Kint ott a susnyásból majd összeszedjük. Mert tényleg egyáltalán nem rázott fent annyira, mint a TS, az engem meglepett. Mozog, de inkább alapjárat. Én fordulaton, bár persze logikus, de hogy fordulaton már amúgy, amikor mentem, nem volt egy olyan hidegrázós, vagy amikor így a pozitív értelemben igen, de hogy rossz élmény, egy csepp sem kötődik hozzá egyébként. Úgyhogy és az autóipar mennyit dolgozott, mire jutott a masszázsülésig, tessék fel. Ez roppant kényelmes. Az ülése, ja, lakulós megoldású. Mert néztük ott, ahol a spirálrugón ülsz, tehát gondolom számodra ez sem meglepő. Én láttam olyat, és nekem nagyon tetszett. Szóval, tetszett? Na hát zseni, egyszerűen készített. Tényleg az a nehéz megszólalni gép. Hát igen. Szóval, aki eddig nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra, és nyomja meg a csengőt, akkor kap értesítést a legújabb videóinkról. A következőről például hamarosan, ugye mi még egy picit itt elidőzünk Sándor udvaron, és egy-két olyan gép közelébe megyünk, aminek vagy a története, vagy maga a gép érdekes, úgyhogy hát egy kicsit mélyebbre megyünk így a Sándor traktor gyűjteményében. Hát szerintem ma még azért lesz itt állejtés. Úgyhogy a következő epizódban találkozunk, és innen folytatjuk szó szerint. Sziasztok! Sziasztok!